Mindez, ami Érden történt, az enyingi, illetve az érdi cigány bűnbandák összecsapása sok minden egyébre is rávilágít. Például rávilágít arra, hogy hogyan lehetséges az, hogy hetek, hónapok óta üzengettek egymásnak a Facebookon, ahol életveszélyes fenyegetések elhangzottak, vagy akár gyilkossági kísérlet, gyilkosságra való felkészülés elhangzik, és sem a Facebook nem intézkedik ilyen ügyekben, sem pedig a magyar hatóságok nem léptek fel. Hogyan lehetséges az, hogy a NAV, amely azonnal és folyamatosan zaklatja azokat a magyar kisvállalkozókat, mikrovállalkozókat, akik becsületesen szeretnék a munkájukat végezni, az például nem veszi észre azt, hogy Enyingen, vagy akár Érden, vagy máshol az ország bármelyik településén ott állnak a luxusautók a bűnözők házai előtt. Hogyan lehetséges az, hogy egy olyan országban, ahol például az Artisius egy fodrászüzletet, vagy egy szolárium stúdiót rendszeresen zaklat és sarcol amiatt, mert mondjuk a rádióból szól a zene, egy ilyen országban a hatóságok nem veszik észre ezeknek a bűnbandáknak azt a rengeteg szabálysértéssel, vagy akár bűncselekményekkel járó életvitelét, amelyet mindannyian látunk. Aztán arra is rávilágít az érdi összecsapás, hogy például itt Magyarországon megtörténhet az, mint az enyingi bűnözővel, Sztojka Ivánnal, aki egyébként is egy enyhe ítéletet kapott a kozmagyilkossággal kapcsolatban, aztán 4,5 évet elengednek a börtönbüntetéséből, és visszaszabadítják, rászabadítják a magyar társadalomra. Hogyan lehetséges az, hogy 10 éve egy magát nemzetinek mondó kormány a kétharmados felhatalmazással nem volt képes arra, hogy a jogszabályokon megfelelő módon változtasson, hiszen a büntetési tételeket súlyosbítani kellene, és meg kellene szüntetni a bíróknak azt a fajta mérlegelési lehetőségét, amelynek következtében kőkemény, visszaeső bűnözők rendszeresen kijöhetnek a rácsok mögül, és folytathatják a bűnözést. A Mi Hazánk mozgalom ezzel szemben a büntetési tételek súlyosbításával, illetve a bírók mozgásterének csökkentésével szeretné most már azt a liberalizmust megszüntetni, amely miatt a rendőrök már nem mernek intézkedni egy-egy kőkemény bűnözővel szemben, mert nincs jogkörük, vagy éppen nem kapják meg azt a tiszteletet, amelyet meg kellene, hogy kapjanak.